feszültség második vasárnapja van, az irgalmasság vasárnapja. Ezen a vasárnapon igyekszünk megérteni, mit jelent az, hogy Isten irgalmas hozzánk, és azt is jobban meg szeretnénk érteni, hogy hogyan kell valóban gyakorolni az irgalmasságot, a valódi irgalmasságot az életünkben. Hogy alkalmassá váljunk a Szent Misztériumok ünneplésére, most tekintsünk önmagunkba, és ismerjük be Isten előtt. Hogy megtisztultunk a keresztül.
Az apostolok keze által sok jel és csoda történt a nép körében. Mindnyájan egy emberként voltak a Salamon csarnokban. Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, de a nép sokra tartotta őket. A hívők, férfiak és nők egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz. Még a betegeket is vitték az utcára, kordáira fektették őket, hogy ha Péter arra megy, legalább az árnyéka érje egyiket, másikat. Sőt, még a Jeruzsálemhez közel eső városok népe is odatódult, vitték a betegeket, a tisztátalan szellemektől gyötörteket, és ezek mind meggyógyultak. Ez az Isten igéje. Szentlecke a jelenések könyvéből. Én János, testvéretek Krisztus Jézusunk és az ő országának türelmes várásában és társatok az üldöztetésben a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten szava miatt, meg azért, hogy Jézus mellett tanúságot tegyek. Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona, megszólalt egy hang. Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a 7 egyháznak. Erre megfordultam, hogy megnézzem, ki szól hozzám. Amint megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, a gyertyatartók között pedig valaki, aki az ember fiához hasonlított. Bokáig érő ruhát viselt, aranyövű veszte mellé. Amikor megpillantottam, mint egy halott, a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával, és megszólított. Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Meghaltam, s lám mégis élek örökké. Nálam van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa. Írd le hát, amit láttál, a jelen, és ami azután történik. Ez az igazságéje. Yeah.
hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. A szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. És akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent neki. Később a tanítványok elmondták neki: láttuk az Urat. De ő így szólt: ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt: én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki: most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igény. Szeretett testvéreim! Az elmúlt héten egy köztiszteletben álló politikust kérdeztek meg a bevándorlóknak a törvény szegéseivel kapcsolatban, hogy voltak tragédiák, molesztálások, stb. És hogy egy keresztény politikust megkérdeztek erről, aki ő maga is templomba járó, és ez a politikus így válaszolt erre a kérdésre: ha a családom veszélyben van, eltűnnek a keresztény értékek, és a jogrendszer lép elő. Mit tükröz ez a mondat? Hiszen ez a politikus, ez egy jó szándékú keresztény ember, de mégis azt mondja, hogy ha eltűnnek a keresztény értékek, és a jogrendszer szerint kell cselekedni, amikor valaki megszegi a törvényeinket, stb. Ennek a hátterében az van, hogy a kereszténységet egy ilyen neo-hippi, örömködő, újongó, tapsikoló népnek, vagy hívők seregének fogják fel. Az egyházat azonosítják azzal, hogy nekünk csak boldognak lehet lenni, csak mosolyogni szabad, és mindig csak szép dolgokat szabad mondani. És nem szabad beszélni az igazságról, mert az irgalmasságba talán már bele se fér az igazság. Szeretett testvéreim, ez korunk egyik nagy hazugsága. A mi népünk 50 évig élt elnyomás alatt. Az 50 év alatt hozzászoktunk, hogy úgy fogalmazzak, a politikailag korrekt prédikációkhoz, amikor nem beszéltünk az igazságról. És az elmúlt 20 évben pedig hozzászoktunk a társadalmilag korrekt, a társadalmilag elfogadott prédikációkhoz. Ne beszéljünk az igazságról, mert az fáj. Inkább pszichologizáljunk, simogassuk meg egy picit a híveknek a lelkét, ne beszéljünk a nehéz dolgokról. Ezeket a nehéz dolgokat el kell. Itt a templom.
mert talán egy kicsit úgy tűnik, hogy egyáltalán nem fér bele az irgalmasságba, az igazságnak a megfogalmazása. Szeretett testvéreim, el vagyunk szokva az igazságtól. El vagyunk szokva, mert talán elindult egy nőies irányba az egyház. Mindig csupán az érzelmekre appellálunk, érzelmes beszédeket mondunk. És ha körbenézünk itt a templomban, akkor azt látjuk, hogy a hívőknek a 80%-a körülbelül hölgy, nő. És a férfiakat távol tartja ez a mentalitás a templomtól. Mert ez nem férfias magatartás. A férfias magatartás az, hogy kimerjük mondani az igazságot, hogy merünk beszélni az igazságról. Keresztény férfias magatartás az, hogy szeretettel, irgalommal, odafordulással, lehajlással beszélek az igazságról. Az egyház küldetése az, hogy tanúságot tegyen az igazságról. Ne egy földi paradicsomot, egy hazug földi mennyországot próbáljon fenntartani a híveknek a lelkében, mert ez hazugság. Ott van az a nagy péntek. Ott van a keresztre feszített Jézus Krisztus, és amikor tagadjuk az igazságot, annak minden pontját, akkor ezt a keresztre feszített Jézust köpjük el. Megtagadjuk a keresztre feszített Jézust. A szeretet, szeretett testvéreim, a szeretet az nem csupán érzés. Az irgalom az nem csupán arról szól, hogy megsimogatjuk egymást, és benne hagyjuk egymást a bűnben. Az irgalmasság nem arról szól, hogy nem mondjuk ki az igazságot. Nézzünk bele családok életébe. Nagyon sokszor elkényeztetett gyermekekkel találkozunk. Olyan gyermekekkel, akiket nem tanítanak meg arra, hogyan kell rendesen viselkedni a társadalomban, hogyan kell fegyelmezni önmagát. Nem tanítják meg a gyermekeket a férfias vagy a nőies principiumokra. Nem teszik kihívás elé a gyermekeket. Nem nevelik felelősségre a gyermekeket. Az igazságra nem tanítják meg őket. Megteheti-e ezt egy anya a gyermekével? Nem teheti meg egy keresztény anya ezt a gyermekével. Ugyanígy az Anya Szent Egyház sem teheti meg az ő gyermekeivel, a hívő katolikusokkal, hogy elzárja előlük az igazságot, és nem tanítja meg őket az igazságra. Nem tanítja meg arra, hogy radikálisan követnünk kell Krisztust, hanem csupán egy ilyen simogatásra, édességes, csöpögős dolgokra tanítjuk meg a híveket, és csak erről beszélünk nekik. Hogyan kell jól érezned magad a bőrödben? Hogyan legyél komfortos? Hogyan legyen komfortos életed? Hogyan érezd magad jól az életedben? Erre tanítjuk meg a híveinket. És lám, ennek mindennek az eredménye, a tátongó templomok, az üres templomok, katolikusok ezreinek, tízezreinek az elfordulása az egyháztól. Azért, mert az egyház maga szakad el az identitásától. Hazugságot tanítunk, mert a szeretetről csupán az édesség szempontjából tanítunk, és nem tanítunk az áldozatról, az áldozatkészségről. Nem tanítunk arról, hogy határozottan ki kell állni az igazság mellett. Szent Pál apostol tanít minket arra, hogy az igazság szabaddá tesz. Ez az egyetlen dolog, ami szabaddá tesz minket. Az irgalmasság, a szeretet nem csupán érzés. Ez maga az élet, minden vele járójával együtt. Az Anya Szent Egyház összegyűjtötte azt a 7 dolgot, amelyet az irgalmasság lelki cselekedeteinek nevezünk. Ebből az első 3 az irgalmasságról, vagy az igazságról szól. Az első a bűnösöket megínteni, a második a tudatlanokat tanítani,
s a harmadik a kételkedőknek jó tanácsot adni. Ez az első három, az irgalmasság lelki tettei közül. Az első három. És ezzel az első hárommal foglalkozunk a leginkább. Maszatoljunk, ne beszéljünk azokról az értékekről, amelyet egy katolikus embernek radikálisan követnie kell. Ne beszéljünk ezekről, mert ez nehéz. Ez talán elfordítana embereket az egyháztól, mert azt mondaná, hogy túl nehéz, nekem erre nincs szükségem. De megteheti-e az Anya Szent Egyház azt, hogy az ő gyermekét nem próbálja meg jobb irányba terelni? Szeretett testvéreim, ha nem beszélünk az igazságról, akkor kiheréljük a vallásunkat. Akkor elveszti minden erejét a vallásunk, a katolikus egyház, amely 2000 év óta az igazságot képviseli. Irgalmasság. Valóban csak érzés lenne. Valóban csak a másik megsimogatásáról, könyörületéről lenne szó? Nem. Az irgalmas szeretet arra hivatott, hogy elvezessen minket az örök boldogságba, hogy elvezessen minket a valóságba, ahol az Isten van jelen. Az irgalmasságnak az a feladata, hogy elvezessen minket az Istenhez. Nem egy műanyag Istenre van szüksége ma a világnak, nem egy csöpögős agitátorra, egy szeretett bajnokra van szüksége ma a világnak, hanem egy olyan valakire, aki Jézus Krisztus. Jézus Krisztus kiállt az igazság mellett, akkor is, ha megvetették, akkor is, ha keresztre feszítették. A szeretet igazsága mellett állt ki. Szeretett testvéreim, értékeljük újra az irgalmasság vasárnapján a saját identitásunkat, a katolikus identitásunkat. Fedezzük fel újra az egyházban azt az igazságot, amely nem agyonnyomja az embert, hanem felszabadítja, amely által valódi szeretetet tud megélni az ember az életében. Amen. Hiszek az én Istenben, testvéreim mennyei atyánkhoz, aki egyháza által hív bennünket az élő hit boldogságára.
Szüntelenül megmaradjon lelkünkben, Krisztus a mi úrunk által. Amen. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hétfőn a gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe lesz. Az ünnepi szentmise este 4:45-kor kezdődik majd. Szerdán és pénteken este 4:45-kor lesznek szentmisék itt a templomban. Pénteken reggel 8 órától diákmise lesz a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola tanulói részére, ugyancsak itt a templomban. Jövő vasárnap, húsvét harmadik vasárnapja lesz. Az ünnepi szentmise a megszokott időpontban 11 órakor kezdődik majd. Most a szentmise végén elimádkozzunk az irgalmasság litániáját a kitett oltári szentség előtt, majd pedig szentségi áldásban részesítjük a kedvességeket.
királyok, aki megmutatta a király.